Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt kongresszus, kedves barátaim! A szerénység az nem jár együtt a határozatlansággal. Aki 10 évvel ezelőtt járt Zalaegerszegen, és most újra arra viszi az útja, az nem ismer erre a városra. Nem ismer arra, ami történt a mögöttünk hagyott 10 esztendőben. Tehetséges, szerény, ugyanakkor határozott polgármester, magam a szomszédvárból nagyon örülök a sikereinek. Balai Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere. Tisztelt miniszterelnök úr, kongresszusi küldöttek, kedves vendégeink! Az élet egyik legnagyszerűbb ajándékának tartom, hogy szülővárosom Zalaegerszeg polgármestere lehetek. Márai Sándort idézve, minden városnak van valamilyen csalhatatlan ismertető jele és sajátsága, amiről nem ad hírt az útikönyv. Az egyik arról híres, hogy jókedvű. A másiknak a levegőjén érezni, hogy itt szeretnek vitázni az emberek. A harmadiknak a könyvtáránál és a templománál is híresebb jellegzetessége a kitűnő gasztronómia. Nos, kedves barátaim, Zalaegerszegnek pedig lelke van, és ez a lélek erőt ad. Bár városvezetőként most nekem van lehetőségem szólni a sikereinkről, de minden siker, minden eredmény mögött ott van a zalaegerszegi emberek áldozatos munkája. Ez valójában egy csapat, egy közösség, egy város közös sikere. Igen, egy városé, amely újra hisz önmagában. Így jöhetett létre 5000 új munkahely, duplázódhatott meg az iparüzési adóbevétel, csökkenhetett 2,5%-ra a munkanélküliség, épülhetett járműipari tesztpálya, új ipari zóna, uszoda, Mincentineum, sportközpont, piac, újulhattak meg utak, bölcsödék, óvodák, iskolák, orvosi rendelők és idős otthonok. A felsorolt eredményeinkre büszkék vagyunk, de mi, zalaegerszegiek, azt sem felejtjük el, hogy ezek eléréséhez szükségünk volt Magyarország kormányának támogatására. Ezt ezúton is köszönöm Orbán Viktor miniszterelnök úrnak és a kabinet minden tagjának. Persze sok kihívás vár még ránk, egészségügyi fejlesztések, a közlekedési kapcsolataink javítása, az utak és járdák felújításának folytatása és a családok további segítése, de végre jó úton járunk. Zalaegerszeg azonban nem csak fejlődő város, hanem békés és biztonságos város is. A mai napig az egész 2023-as évben városunkban összesen 6 lakásbetörés, 1 gépkocsi feltörés, és 0 gépkocsi lopás volt. El tudjátok ezt képzelni manapság Nyugat-Európában? Sajnos megváltozott a világ, és mivel nem akarjuk, hogy városunk nyugalma felboruljon, ezért határozottan meg kell védenünk a kultúránkat, a hagyományainkat és az értékeinket. Kedves küldöttek! Zalaegerszegen 1989. február 3-án alakult meg a Fidesz csoport. Akkor én még csak 11 éves voltam. 24 évesen a 2002-es választás után lettem politikai közösségünk tagja. 2005-től Kubatov Gábor és Molnár Ágnes felkérésére helyi kampányfőnökként dolgozhattam, az elmúlt közel 10 évben pedig polgármesterként szolgálhatom a szülővárosomat. Hálás vagyok az elmúlt 21 évben nyújtott sok segítségért a kiváló zalaegerszegieknek, néhai Szalai Anna Máriának, Gyimesi Endrének, Víg Lászlónak, Palkovics Lászlónak, Rigó Csabának, Sifter Rózsának, Pál Attilának, a családomnak és minden barátomnak, kollégámnak. A 2014-es önkormányzati választáson 64%-kal, 2019-ben pedig már 70%-kal győztünk Zalaegerszegen. Nagy igazság, hogy a sikernek nem titka van, hanem ára.
Ez az ár pedig a becsülettel és maradéktalanul elvégzett munka. Szerintem az Amerikai Egyesült Államok egyik legnagyobb elnöke Ronald Reagan volt, akinek az egyik vicces kijelentése az előttünk álló kampányra nem érvényes. Így szól. Az igaz, hogy a kemény munka még senkit sem ölt meg, de hát minek kockáztasson az ember? Nos, mi nem így gondoljuk. A 2024-es önkormányzati kampány valójában már 2019-ben elkezdődött. Ha sikeresek akarunk lenni, azt csak kemény munkával lehet elérni. Ott kell lenni az emberek között, mindenkivel beszélni, használni a közösségi médiát, határozottan kiállni a város érdekeiért, ugyanakkor mosolyogva, alázattal és szerényen dolgozni. Ha következetesen elvégezzük a munkát, akkor nyugodt lelkiismerettel várhatjuk a választás napját. Mi erre készülünk Zalaegerszegen, és reméljük, hogy újra nagyarányú győzelmet aratunk majd. Végezetül engedjétek meg, hogy a vicces után egy komoly Ronald Reagan idézettel zárjam a beszédemet, iránymutatásként valamennyiünknek. Élj egyszerűen, szeress nagylelkűen, törődj mélységesen, beszélj kedvesen, a többit pedig bízd Istenre. Köszönöm, hogy meghallgattatok, hajrá Magyarország, hajrá magyarok, és természetesen hajrá Zalaegerszeg!